Folyamatos a szúnyog gyérítés a megyében, hétfőn Békés Csabán írtják majd a rovarokat. Műanyagmentesség a környezetvédelemért, egy hónapos kezdeményezés indult útjára júliusban. Költözik az extrém sportpálya, a MÁV pályán működik hétfőtől a skatepark. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Hazánkban egyre többen tapasztaljuk az extrém méretű szúnyog populáció negatív hatásait. A száraz és aszályos április után rövid időn belül nagy mennyiségű csapadék hullott. A pangó vizek pedig ideálisak a szúnyoglárvák tenyészhelyek kialakulásának. Az ezt követő meleg időjárás kedvezett a lárvák fejlődésének, ezért emelkedett a szúnyogok száma. A szúnyoggyérítés nem önkormányzati feladat, a katasztrófavédelem szervezi országos szinten, mondta el a városüzemeltetési osztályvezetője a július 2-ai békéscsabai közgyűlésen. Csiaki Tamás kiemelte, hogy ez évtől már nem lehetséges a légi szúnyoggyérítés, ugyanis az így használt vegyszert betiltották. Ennek következtében csak földi irtásra van lehetőség, ami hát eléggé körülményes, tekintettel arra, hogy azért egy ilyen földi irtásnál egy ilyen 50 méteres körzet az, amit mondjuk egy ilyen kötképzéssel el tudnak érni, a távolabbi pontok azok már nem biztos, hogy eléri. A szúnyogokat kétféle módon írtják, biológiai szerrel, ami a lárvákra van hatással, valamint kémiai szerrel, a kifejlett egyedeket. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemelte, kémiai szert levegőbe már nem lehet kijuttatni, azonban a biológiai szert a vízparti agglomerációs területeken mind légi, mind földi módon lehet alkalmazni. Ebben a programban ezen a héten több mint 100 ezer hektáron, mintegy 450 település bevonásával gyérítik a szakemberek a szúnyogokat. Mondhatom azt is, hogy teljes kapacitással üzemel a szúnyoggyérítés országosan, és ebben a heti programban Békés megye is szerepel, mintegy 20 településsel. Az Országos Katasztrófavédelem által szervezett szúnyoggyérítésen kívül a megyében egy békési cég is vállal szúnyoggyérítést önkormányzatok, illetve egyesületek megkeresésére, egyedi megrendelésre. Például egy település esetében a belterületet kezeljük. Ez azt jelenti, hogy minden utca, minden ház előtt elmegy a személygépkocsi, vagy teherautó, amin van egy melegkötképző generátor. Engedélyezett szer, a Deltaszek plusz 1-2 ULV szer van jelenleg Magyarországon. Békés Csabán a múlt heti földi kémiai kezelés után július 13-án újabb szúnyoggyérítés lesz, jelentette be a megyeszékhely polgármestere. Szobákat bérelt és az élettársának közvetített szexpartnereket egy sarkadi férfi, akinek a gyanú szerint édesanyja is segített a prostitúciós tevékenység megszervezésében. A gyulai rendőrkapitányság és a Békés megyei rendőrfőkapitányság közterületi támogató alosztályának munkatársai mindkettőjüket elfogták július 8-án Sarkadon. A 20 éves fiatalember a 22 éves nőnek a nyomozás eddigi adatai szerint interneten feladott hirdetések segítségével szerzett szexpartnereket. A férfi Gyulán bérelt apartmanházakat szexuális aktus céljából. Amikor jelentkeztek a hirdetésekre, akkor a hölgy vette fel a telefont, hogyha hanghívásról volt szó. Azonban, hogyha üzenet érkezett, akkor időnként a férfi válaszolt, és úgy, mintha ő lenne a nő, leegyeztette a találkozás időpontját és helyszínét. Amikor pedig megtörtént a találkozás, és ezekben a bérelt szobákban a nő pénzért szexuális szolgáltatást nyújtott a hozzáérkezőknek, a férfi magához vette a bevételt. Idén is gyűjtik a gazdáktól a búza adományt az idén 10 éves Magyarok Kenyere programban. Ezúttal 89 ponton lehet leadni a felajánlásokat, amelyet 20 malomban őrülnek majd meg. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű kezdeményezés részeként Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyar lakta régióiból ajánlanak fel búzát határon inneni és túli magyar gyermekeket segítő szervezeteknek.
Tavaly közel 5700 gazda vett részt az akcióban, és mintegy 800 tonna búza gyűlt össze. Idén július 1-től augusztus 20-áig lehet leadni az étkezési búza adományokat. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét július 31-én tartják a Szarvasi Szárazmalomban. A Civil Információs Centrum országos hálózata új néven folytatja tevékenységét. A civil közösségeket segítő szervezet civil közösségi szolgáltató központ elnevezéssel működik tovább. Sajtótájékoztatóra és előadásokra várta az érdeklődőket az Egyensúly AE Egyesület Sikonyi úti telephelyén szerdán. A rendezvényen a legkülönbözőbb civil szervezetek képviseltették magukat. Nagyon széles a paletta, hiszen a nagycsaládosoktól, a polgárőrségig, a Városszépítő Fejlesztő Egyesülettől kezdve, a Sérült Gyermekekért Alapítványtól nagyon sokan jöttek el hozzánk, 50 fő összesen. Az Egyensúly AE Egyesület évtizedek óta segíti a térségben működő civil szervezetek munkáját. Az Egyesület idén januárban nyerte el a Civil Információs Centrum címet, amely július 1-től Civil Közösségi Szolgáltató Központra, röviden Civil Központra módosult. 900 civil szervezet van a látókörünkben, az ő tevékenységüket próbáljuk segíteni különböző jogi tanácsadásokkal, könyvelőben segítünk, könyvelőt keresni segítünk nekik, illetve pályázatíráshoz tudunk mindenféle segítséget nyújtani. A sajtótájékoztatót követően a civil szervezetek képviselői jogi előadást hallgathattak meg a szervezetek alapításával, változás bejegyzési eljárásával, megszüntetésével és átalakulásával kapcsolatban. Átalakulásról azért tudni kell, hogy a civil szervezeteknél nem jellemző, de mégis, hogyha ez valakinek a látókörébe kerülne, akkor azért tudjon róla, hogy milyen módon kell ezeket az eljárásokat elindítani. Itt alapvetően a legfontosabb az alapítás, illetve a megszüntetés. A koronavírus a civil és egyéb gazdasági szervezetek működését is érintette. Adott esetben ugyanis az ügyvezető szerv dönthet egy-egy ülés megtartásáról vagy elnapolásáról. Kopcsák Zoltán hangsúlyozta, a jogszabályok szerint az ilyen jellegű módosításokra az idei évben szeptember 30-áig van lehetőség. 9 évvel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, amely az egyszerhasználatos műanyagok csökkentésére hívja fel a figyelmet. Az ausztrál mozgalomhoz, a műanyagmentes júliushoz az évek során már 170 ország csatlakozott. Egyre több étterem csatlakozik az egy hónapon át tartó műanyagmentes mozgalomhoz, így van ez Békés megyében is, ahol a lakosság egyre inkább törekszik a környezettudatosságra. Ez a Békés Csabai étterem immár 3 éve, nem csupán júliusban, hanem az esztendő mind a 365 napján igyekszik a legkisebb ökológiai lábnyomot hagyni. Az ügyvezető elmondta, hogy papírból készült zacskókat, fémdobozokat és fémevő eszközöket használnak az étteremben, mellőzve a műanyag eszközöket. Próbálunk minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni ugye magunk után, és itt kezdve a szívószától, a késektől, villágtól, műanyagvillágtól, ugye a csomagolóanyagokon keresztül mi mindent száműztünk a mindkét éttermünknek a palettájáról, és ezeket próbálunk olyan csomagolóanyagokat, amik tényleg fenntartható helyről származnak. Ebben a boltban többek között olyan élelmiszereket és élelmiszer alapanyagokat árulnak kimérve, amelyek nincsenek előre csomagolva. Az üzlet tulajdonosa fontosnak tartja, hogy az év összes napján törekedjen a lakosság a környezettudatosságra, hiszen hosszú távon csupán úgy érhető el a műanyag hulladék csökkentése. Ha már egy-két ember csak egy-két dologban változtat, vegyük például akkor, hogyha már említetted ugye a szívószálat. Hogyha valaki aktívan szívószállal ivott, mert akár egészségügyi okokból, vagy egyszerűen csak egy megszokás, és mondjuk vált ennek egy alternatívájára, vagy teljesen elhagyja, akkor már több kiló szemétről beszélünk.
A parlament közel egy hónapja fogadta el a klímavédelemmel kapcsolatos törvénymódosítást, amely az egyszerhasználatos műanyagok gyártását is szabályozza. Erről a térségországgyűlési képviselője beszélt a 7.tv aktuális című műsorában. Már a jövő év közepétől lesznek olyan egyszerhasználatos műanyagok, amelyeknek a gyártását és természetesen a forgalmazását és a felhasználását is tiltani fogja jogszabály. A statisztikák szerint évente globálisan mintegy 300 millió tonna műanyag hulladék kerül a természetbe, melyek lebomlási ideje több száz évre tehető. Az egy hónapos kezdeményezés célja, hogy ez a mennyiség csökkenjen. Új helyszínre költözik a Békéscsabai Extrém Sportpálya jövő hét hétfőn. A skatepark a Békéscsabai Városi Sportcsarnok mögötti terület helyett a jövőben a MÁV pályán üzemel majd. A közgyűlés a döntést a Smart Gear beruházás létrehozásával indokolta. A héten még a megszokott helyszínen BMX-ezhetnek az extrém sportot kedvelő békéscsabai fiatalok a sportcsarnok mögötti területen. Többen elmondták, hogy a skatepark egy olyan közösségi tér volt az elmúlt évtizedben, ahol az évek alatt új barátságok köttettek, és közben szeretett sportjukat is gyakorolhatták. Gyakorlatilag nekem ez a második otthonom, lassan már 10 éve körülbelül. Igazából ebben a sportban találtam meg önmagamat. A Békéscsabai Extrém Sport Egyesület elnöke elmondta, hogy a skatepark több alkalommal adott helyszínt országos és nemzetközi versenyeknek is. Tóth Balázs kiemelte, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend az extrém sport a megyeszékhelyen. Nagyjából 13 éve van itt extrém sportpálya, és akkor azóta ilyen 5 generációnyi ember, sportoló, az így itt váltotta magát, egymást maradtak is meg néhányan, de folyamatosan egy ilyen 30-40 ember sportol a helyben, és akkor most ugye új trend az, hogy kis rolleres kisrácok elkezdtek megjelenni, már nem is olyan kisrácok, meg egész komolyan nyomják ők is, szóval így van folyamatos utánpótlás, és használják a pályát. A közgyűlés júliusi ülésén döntött arról, hogy új helyre költözik a skatepark. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert a sportcsarnok mögötti beruházás igénybe veszi az érintett területet. Nagyon fontos, hogy a békéscsabai fiataloknak legyenek közösségi tereik, amik egyre fogyatkoznak. Ez a tér, ez azon túl, hogy a sportot hivatott kiszolgálni, ez egy találkozási pont volt. A tervek szerint a sportpályát jövő héten hétfőn kezdik elbontani, majd azt követően szállítják az eszközöket a MÁV pályára, ahol folyamatosan építik fel a létesítményt. Újabb játékossal bővült a labdarúgó MB2-ben szereplő Békéscsaba 1912 előre kerete. Schindler Szabolcs és a klub vezetése a középpálya közepére igazolt. A 23 éves Kitl Miklós pályafutása álomszerűen kezdődött, hiszen még a Kecskemét színeiben 2014-ben az élvonal legfiatalabb játékosaként az első meccsén rögtön gólt lőtt a Ferencvárosnak. Következő mész törzsfordítás van 20 darab, és utána pedig a kötéllel van 10 darab bugolás. Csütörtökön a mobilizációs és erőnléti edzéssel folytatták a felkészülést a Békéscsaba 1912 előre játékosai. A szakmai stáb az alapozás idejére Láza Jánossal és Balogh Zsolttal egészült ki, akik a klub utánpótlásában dolgoznak. Azon a pozíciót fölvesztek és védenem kell. A hálóőrök is javában készülnek, az új kapusedző Molnár Levente segítségével. Az együttes tréningjén már részt vett az utánpótlásból felkerülő Hodonicki Márk is, akinek saját bevallása szerint az álma vált valóra azzal, hogy profi szerződést kapott. Az itteni edző Láza János keresett meg ott Hódmezővásárhelyen, és hozott ide Békéscsabára 2016-ba, és U16-tól egészen U19-ig itt szerepeltem Békéscsabán, majd U19-ben még a megyei csapatban is játszottam, és akkor kaptam a lehetőséget, hogy aláírjak. A Békéscsaba a héten egy új igazolást jelentett be. Kitl Miklós neve akkor vált ismerté, amikor 17 évesen a Kecskemét színeiben
Az első élvonalbeli mérkőzésén gólt szerzett a Ferencváros ellen még 2014-ben. A játékos azóta megfordult Diósgyőrben és Dorogon is, utóbbi csapatnál már együtt dolgozhatott Schindler Szabolccsal. A védekező középpályás elmondta, hogy a vezetőedző személye is meggyőzte arról, hogy a nagymúltú előrében folytassa pályafutását. Hát most ez egy, azt kell mondjam, melósabb időszak, mert felkészülés elején járunk körülbelül, és azért keményebbek az edzések, mint szoktak lenni bajnoki ritmusban. A csapatról csak jókat tudok mondani, tényleg egy jó közegnek tartom, és remélem, hogy sikeresek tudunk majd lenni. A Békés Csaba az első felkészülési meccsét sikeresen abszolválta a szegedi VS ellen. Az MB3-as ellenfelet 2-1-re győzte le. A Lilák az augusztus 2-ai MB2-es rajtig még 5 edzőmérkőzést játszanak. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!